eljött, és még megszólítottuk, hogy üdvözlöm, hölgyem, hogy valami, már benne volt vagy 8-10 darab a kosarába, abból a papírosból. Szóval amiket ez a szervezet eldobált aznap, nekünk csak a költsége kellene. És abból nagyon sok mindent tudnánk csinálni. Így van. Nem nyaralni mennénk belőle, de sok mindent tudnánk belőle venni a gyermekeknek. Na most, nem tetszett nekik, hogy mi ott vagyunk, úgyhogy velünk szembe odaálltak a komplett bejárati ajtó elé, majd a parkolóba is, mert többen voltak, nem tudom hányan voltak egy áruházba, és mindenkinek mutatom. Elvetted? Volt aki, így néz, mit akarsz te? Tehát nem szólalnak meg, csak hanem a kezedbe belenyomnak egy papírt, hogy te nézd meg, hogy mi az. Na most nálunk ez hogy működik? Hogy működik nálunk? Hát akkor elmondom. Egy. Köszönünk napszaknak megfelelően. Vagy jó reggelt, ugye? Jó reggelt kívánok, vagy jó napot kívánok. Hölgyem per uram. És utána, ami nagyon fontos, pedig ez még csak az első lépés tőlünk, hogy meghallgat-e, megkérdezzük, hogy szán-e ránk egy kis időt. Vagy esetleg még azt is mondjuk, hogyha visszakérdeznek, hogy de gyorsan elmondja. Természetesen gyorsak leszünk, olyan, hogy lerövidítem. NIL alapítvány, daganatos gyermekeknek, tartós élelmiszer, adománygyűjtés, esetleg pénzbeli felajánlás. De csak a módjában áll, stb. Ezt most nem akarom részletezni. Értitek, mit akarok mondani? Ez a második. Ha valaki azt mondja, hogy meghallgat, mert van olyan, csak azt mondja, hogy hagyjál békén. Vagy a szebbik verzió, igen. Igen, vagy van olyan, hogy jó, de akkor gyors legyen. Tehát a második, hogy akkor elmondom. A harmadik, nem tudom kimutatni, a harmadik. A harmadik, hogy elmondod. A második volt az, hogy meghallgat-e. Ja, jó. Akkor most nem akartam, nem tudom, még kezdtem ezt hámogatni. Jó, mindegy. Akkor elmondjuk, van, hogy reagál rá, és nem tudom hányadik lépésben már hogy mutogatta, visszajön. És akkor leesik az állunk, hogy visszajött. Kezében egy kekszel, egy ropival, egy konzerve, egy lekvára, mit tudom én, valamivel. Értitek? Azt a mindenit. Na, ott meg... Na, hát vedd már, légy szíves. Jó, na. Most tényleg elvetted? Na, értitek? Tehát a pofátokba, na, elnézést kérek, az arcotokba belenyomnak egy papírost, diszkréten. De meg elolvasod, nem olvasod el, vagy veszel valamit, nem veszel el, teljesen mindegy. Több olyan volt, muszáj volt sajnos a párbeszédünkbe belefonni, hogy nem az élelmiszer gyűjtés. Itt daganatos gyermekeknek gyűjtünk, és hogyha mégis úgy tetszik gondolni, nagyon rossz volt így beszélni, megmondom, hogy szintén nem volt egyszerű, ha mégis úgy tetszik gondolni, hogy támogatja a daganatos gyermekeket, akkor NIL alapítványnál itt vannak a gyűjtőurnák, a gyűjtőkosarak, ide tudja lehelyezni. És akkor mutatja, de, ja, itt igen, igen, és akkor nem ott, az egy élelmiszer, nálunk itt tudja. És itt már sajnos gondban van az illető, az emberek amúgy sem nagyon díjazzák az adománygyűjtéseket. Ugye a szervezeteknek, alapítványoknak az egyik legnagyobb, legnehezebb formája az e fajta gyűjtés. Ugye? Ezért nem csinálják. Azt a vezetők, vagy elnökök, mit tudom, hogy kiáll, azt a hello, szia, na. Tehát ők nem csinálnak. Önkéntesek, az önkénteseket hagyjuk, megbeszéljük, hogy fizetett vagy nem fizetett önkéntes, stb. Lényeg az, hogy az emberekben kelt némi bizalmatlanságot. Basszus, bejöttem a boltba, már mindenki le akar engem lejvonni, így is a parkolóba odajött hozzám a Jóskapista, adtam neki a folyékony búzára 300 forintot, meg hasonlók. Mert eleve ott is letámadják az embereket. Hát akkor még meglátnak egy alapítványt, kapásból kettőt, hát az nem jó senkinek se. És mégis volt, hogy kaptunk egy-két élelmiszert. 120-szor megköszöntünk, mi kiment az ajtó folyamatosan, hogy nagyon szépen köszönjük, hogy visszajött. Több olyan volt, tudtuk, hogy ez meg fogja keverni sajnos az embereket. Például idős házaspár mondta, természetesen támogatom önöket, rendben, és el is mondta, hogy ő szeretne venni egy törlőkendőt. Vagy kettő törlőkendőt mondott, már nem tudom.
És akkor jött ki. Igen, mert ugye megszokták ilyenkor kérdezni, hogy mi az, amit ők vásárolhatnak, illetve mi az, amire szükségük van a gyerkőcöknek. Vagy hogy elfogadják-e, ha én azt veszek. Hát mondom, nem szabjuk meg, hogy ön mit vegyen. Így van. Bármit elfogadunk, ami egy napnál, vagy nem tudom, pár napot kibírt, mit tudom. Igen, és ez azért volt úgymond ki, mondjuk azt, hogy kirívó, és erre jobban odafigyeltünk, mert az idős házaspár megkérdezte a néni tőlünk, hogy akkor törlőkendőt is elfogadunk? És mondtuk, hogy igen, nagyon-nagyon szépen megköszönnénk. Az egy fogyóeszköz egyébként. Így van, is. Ugye eleve, és ugye ilyen esetekben meg még többre van szükség, ugye a kórházban bent lévő gyerkőcök, illetve családok számára. Hajni pedig pont oda nézett, és látta, hogy a másik gyűjtőkosárba tették bele, de, és kifelé menet integetett az idős házaspár, mi megköszöntük, és egyébként nem mertünk oda menni a élelmiszer gyűjtőkhöz, hogy hát amúgy is föl van írva a cetlidre, hogy konzerv, liszt, cukor, anyám kénye, mit csinálsz a törlőkendőben, egyértelmű, hogy azt egy daganatos gyermeknek szerették volna átadni, de nem mentünk oda, mert nem akartunk további problémát generálni, így is folyamatosan. Tudjátok, mi, éreztetek olyat, nem, hogy valaki folyamatosan néz, szugerál, vagy nem tudom, de és azzal olyan csúnya szemekkel. Igen, és még ráadásul ugye ilyenkor nem csak azt, hogy néz, hanem folyamatosan, ahogy közben, miközben beszél, rátok néz, és mondja a másiknak éppen pont rólatok a dolgokat. Úgyhogy nem volt kellemes, de mondtam Hajinak, hogy nem kell ezzel foglalkozni, így hiszen nézd, van már egy-két élelmiszer a szatyorba, vagy mi az a kosárba. Úgyhogy annak igenis örüljünk, csináljuk így végig a napot. Nagyon nehéz lesz, ami lesz, lesz. Hát nem sokáig történt sajnos. Mi tényleg folyamatosan lendülettel igyekeztünk dolgozni. És akkor észrevettem, hogy csöngve a telefonom. Ilyenkor nagyon nehéz meghalani, egyébként is bent van a táskánkban. Nagy a hangzavar, stb. Igen, mi nem, bocsánat, csak ezt hadd tegyem hozzá. Tehát mi nem azok az emberek vagyunk, akiknek folyamatosan a telefon a kezükben van, főleg ilyen helyzetben, amikor mi ezt kőkemény, mondjuk azt, hogy munkának fogjuk fel, hiszen itt bizonyos idő keretünk van arra, hogy mi ezt a gyűjtést lebonyolítsuk, és abban az időben mi 100%-osan a vevőkre, a vásárlókra, a felajánlókra figyelünk, és nem arra, hogy esetleg bármilyen üzenet vagy hívás érkezik a telefonunkra. Nem tudom keresztbe tenni a lábamat, elnézést, de sokan el tudják képzelni, keresztbe tett lábba. Oda, igen. Meg is hasonló, tehát mi nem is eszünk. Igen, amikor és most bocsánat, csak most pont egy másik szituáció jutott eszembe, ahogy mondtad a keresztbe tett lábat, hogy ez még a finomabb verzió, mert amikor a múltkor is amilyen helyen voltunk, és komolyan mondom, én is nő vagyok, és nőként találtam ezt az egészet felháborítónak, undorítónak, amikor velem szembe, így egy asztalhoz a kis narancssárga székhez a miniszoknyás lány, bocsánat, hogy azt mondom lány, hát hozzánk képest egy, jó, egy fiatal, de nem mertem azt, hogy főn, és tényleg... Nem mertem oda nézni, mert Hajni kitekerte volna a nyakamat. Biztos is. És értitek? Széttárt lábakkal, és eszi a McDonald'sból, mit tudom én, McDonald's-os zacskóból. Így is egész úton azt kellett hallgatnom. Biztos, láttad fél szemem, milyen bugyi volt rajta? Mondom, a szívecskéset nem láttam. Na szóval értitek? Na. És ott széttárt lábakkal esznek és közben csinálják. Na, jó. De mondjuk ez jó kizökkentő, tehát oldjuk a feszültséget. Jó, ez jó ez. Úgyhogy azt nem láttam. De tudta, hogy milyen szín. De, ne higgyétek. Nagyon frusztráló volt, hogy nem tudtam arra nézni. Nem azért meg akartam nézni, hanem mert így egy bizonyos szöget kellett néznem, és olyan kényelmetlen volt, mert mondom, ez azért már alpári stílus volt, ahogy a Hanyi is mondja, hogy jaj, cuki vagy, gyere ide, jaj, gyere, illatozd meg ezt a parfümöt. Jaj, megillatozod? Igen. Gyere, töltsd ki a kérdőívet. Hát nem ismersz meg? TikTok?
TikTok, na. Igen, meg reklám, meg szóval, és akkor ott... Fenn vagyok az Instán, és kövess be, gyere. Igen. És ugye ez egy... Ez is egy olyan dolog, hogyha ezt egy egyedülálló férfinak mondja, ám bár nem tudom, hogy honnét tudja, azért, mert éppen pont a felesége vagy a párja kint várja az autóba a gyerekekkel, vagy bármi, hogy hogy engedhetnek meg maguknak ilyen stílust, igen. Azt tetszett, volt olyan férfi, hogy visszaszólt, hogy én nem vagyok cuki, vagy valami beszólt. Igen. Nem igen. Tetszett neki a stílus. Igen. Na, de ugorjunk vissza, és hát akkor többször csöngött a telefon, tehát láttam, több hívás is volt, a szám ismerős volt, hát bármint na, hol ismerős volt, hát egyből látta az ember, hogy ki hív. Mondom, már akkor tudtam, hogy mi lesz. Felhívott az illető, szánta, bánta, azt mondta, jön egyel, jön kettővel, így bánja, úgy bánja, nem tudja ezt most így megoldani, sajnos az az elhatározás jutott, vagy nem is tudom, ezt hogyan kell mondani, de, de bennem az is volt, hogy, hogy azért ez elő is volt készítve, hogy, hogy ha én mondtam, ne felejtsd szabad, igen. Biztos nem felejtem. Azt akartam mondani, hogy furcsa volt, hogy a mi vezetőnk hívott fel. Ennyiből oda is jöhetett volna az áruház vezető, mondjuk. Na mindegy. Na, jó, mindegy. Így biztos hivatalosabb volt, vagy így biztos tudták azt, hogy akkor szót fogadunk. Nagyon nehezen tudta kimondani a mi vezetőnk, hogy akkor mit csináljunk. Talán konkrétan ki sem mondta. Nagyon szégyelte magát. Én pedig mondtam neki, hogy elnézést kérek a kellemetlenségért, és nem szeretnék. Jaj, hogyan kell ezt mondani? Nem tudálékos, hogyan mondtam neked telefonban, hogy nem szeretnék kötekedő. Hogyan mondják azt, amikor értetlenkedsz? Pont így. Hogy, hogy értetlenül állsz hozzá. Mondtam azt, hogy én oda megyek a hölgyekhez, és hogy megbeszélem velük azt, hogy hiszen nem egymás szájába vagyunk, még akkor is, hogyha ők már odajöttek szó szerint pár méterrel elénk, semmi probléma, továbbra is egy közös célért nyilván adománygyűjtés a cél. A két cél, vagy az adományok eljuttatása már egy kicsit más, mert mint adományos gyermekeknek, ők meg mondjuk, nem tudom, szabad-e kimondani, rászoruló gyermekeknek, rászoruló családoknak vinnék, de ettől függetlenül mindkét cél nagyon szép, és hogy hát most mondjam ki basszus, csak fölidegesítem magam, elnézést kérek. Könyörögtem telefonba, hadd maradhassunk, hiszen nekünk ez kiadás, a saját kiadásaink. Mi a saját házunkat, ingóságainkat kockáztatjuk. És akkor meg bejön egy ilyen alapítvány, vagy nem is alapítvány, szervezet, az élelmiszer, már bocsánat, akik több ezer, több száz tonna, várj, hogy is van fölírva nekik, 250 ezer kiló, számoljátok át vissza, hogy az mennyi tonna, élelmiszer gyűjtögetnek, és el akarnak minket söpörni. De, és ezek, akiknek ilyen szinten vannak már az elmúlt 10-20 évben, vagy nem tudom mióta, tehát teljesen el kell nyomni egy kis alapítványt, akik egy olyan, akik Nila által hozták létre az alapítványt, halvány Nila, fogalmuk sincs, hogy ez milyen, hogy mi miért megyünk el, gyűjteni meg, stb. Még akkor is, amikor azt mondta a hölgy, hogy hát ő daganatos volt 20 évvel ezelőtt, és át se érezte, le se szarta, már elnézést kérek, és könyörögjek ilyeneknek, pedig ők hátradőlve már tudják számolni a lóvékat, adószám, meg különböző támogatások, fölléptem a honlapra, mindjárt kidobta a legkisebb 10 000, de volt egy vonal, vissza lehetett húzni 1000 forintos támogatásra is, na mindegy. A határ meg a csillagos ég. Csak értitek, mit akarok mondani? Kamionok, furgonok, különböző céges verdák, az alapítók és az elnök, olyan titulusok vannak abban a szervezetben, így mondom. Itt meg itt van a kis hajnalka, kis Zoltánka. Ez ennyi. Örülünk nagyobb a farkának, itt a Bropinak is, hogy majd át tudjuk adni egy gyermeknek. És hasonló.
És könyörögnöm kell, hogy szeretnénk itt maradni. Zoltán, ne haragudjon, nem lehet, mert nekik probléma. És akkor volt egy szöveg, nem is szerettem volna ezzel vitatkozni. Szerződési megállapodás, alapítvány, alapítvány hátán nem gyűjthet. Na most mondjuk azt, hogy ez egy kiskapu, jó? Jó? Természetesen, ha mi is megjelenünk valahol, nálunk sem gyűjthet más. Úgy értem, általában, tehát mind, úgy adják ki az engedélyeket, hogy egymás hátára ne csövesedjenek össze az alapítványok. De előfordul, kutyusokkal, stb. Amit megbeszéltük, hogy az üzletvezető jó fej, nincs központi engedély, de beengedi őket. Ez is egyfajta engedély, nincs ezzel semmi baj. De egymás mellett elfértünk eddig is, ha volt ilyesmi. Nem is egyszer. Na de, itt egy nagyon nagy szervezetről van szó. Akkor most, bocsánat, a videó nagyon hosszú lesz, lehet, hogy már rég sokan ki is kapcsolták. 3000. Mekkora szám? Ez most kiló lesz, liter, deci, vagy forint? Még forintban is jó lenne, na mindegy. 3000 önkéntes. Na, milyen önkéntes? Mindjárt is kitérek. Azért mondom, hogy fizetett, vagy nem fizetett önkéntes. Jól hangzik, önkéntes. Fölírom a pólóra, hogy önkéntes vagyok. Ebből is azt sugallom, hogy mi nem viszünk el innen semmit, és a pénzt sem visszük el. Önkéntes ingyen dolgozik. Tényleg? Ne menjünk nagyon bele akkor. Értitek, mit akarok mondani? Önkéntes. 3000 önkéntessel. 200 áruházban. Hát hogyan mondjam ki a nevüket? De ezt most nem mondanám ki. Nem egy áruház, hanem két áruházzara. Két különböző. Igen. Központi áruház. 200. Hármat mutatok, mert 3000. Tehát 200 üzlet. És két napon keresztül. Hát biztos tudja mindenki, hogy akkor melyik ez. Nem baj, de nem biztos. Nem mondtuk ki. Ennyi. És megmondták a telefonba, és mi is megbeszéltük Hajnival, hiába mi vezetőnk szánta-bánta, hogy ez az ő hibája, nem az ő hibája, majd mindjárt meglátjátok miért. Ha mégis történt az engedélyekkel valami kis kusza kavarodás, hogy arra napra kaptuk, vagy ők arra napon akartak bejönni a saját honlapjukon, 5. hó 4-én tüntették azt fel, hogy emberek! 5. hó 12-én is megyünk, vagy csak akkor megyünk, vagy 11-12-én, ugye 12-13. Ők több napon keresztül gyűjtenek. Na most, akkor ezt miért tettem már ki januárban, vagy tavaly októberben, vagy minden hónapban, hogy na, megvan az engedély, úgy tűnik, hogy menjünk. Na mindegy, szóval most itt akkor az időpontokat hagyjuk, jó? Volt egy kis tévedés. Csak mondom, hogy ez hogy működik. Én nagy vagyok. Én most megyek. Nekem nem tart sem eddig. Egy nap alatt kinyomtatok 1 millió forintos papírdarabokat. Na, értitek, mit akarok mondani? Mehetünk. A furgonok meg vannak tankolva, a kamionok készen állnak. Önkéntesek be vannak izzítva. Mit mondott a hölgy neked, amikor lenézett? Egy nagyon nagy szervezet által vagyunk itt. Ki van adva? És ki van adva? A mi egyesületünknek is. Na most ez azt jelenti, vállalkozó. Én vagyok a vállalkozó. És kiadom a vállalkozóknak a melót. Utána meg az is kiadja majd a vállalkozóknak a melót. Ez így történt. Az önkéntest azt most hagyjuk. Hogy milyen az önkéntest. Nem miközben az ő egyesülete, a nem tudom én miért. Ott meg be van jelentve. Mint hivatalos melós. Na hagyjuk akkor az önkéntest, jó? Mert hagyjuk. Mert már sok lesz belőle. Hogy ki milyen az igazi önkéntes. Te önkéntes vagy, Hajni? Én önkéntes vagyok? Mondhatnánk azt, hogy önkéntes vagyok, de furcsa ez a szó. De ha önkéntest keresünk, kérdezzetek meg. Na, kérdezzetek meg, Hajnalkát vagy engem? A saját házunkat ért. A könyvelő akkor is elviszi a pénzt, ha a számlára 3400 vagy 24000 forint jön be, és többbe kerül a könyvelési díj, többbe kerül az üzemanyagunk, és többbe kerül minden költségünk. De mégis csináljuk, mert mit mondtunk nektek? Nila a kezünkbe adta ezt a felelősség teljes munkát. És addig csináljuk, amíg kikerülünk az utcára. Persze ilyen sos, ne kerüljön sor. Ismerjék meg minél többen az alapítványt, higgyék el, bízzanak. Kölcsönös tisztelet és becsület. És meglátják, hogy ez igenis, ez egy normálisan működő alapítvány.
beleadjuk szívünket, lelkünket, pénzünket, vagyonunkat, vérünket, mindent. És én ott szinte könyörgök a telefonba. Hadd menjek oda hozzájuk beszélni. Hadd maradhassunk. Zoltán, ne haragudjon, az én hibám, elrontottam, nem megkevertem a dátumokat. Átbeszéltük a dátumokat, hagyjuk. De ha így is történt, ugyan már, ezt figyeljétek. A mi vezetőnket felhívta ennek az élelmiszer... Ennek az élel... Nem bőröm kimondani. Vezetője, annak a nagy vezetője felhívta a mi vezetőnket. Nincs maradásunk, el kell mennünk. Mi volt az indok? Mert, figyeljetek, basszus, 250 ezer kiló, rémlik, 3000 önkéntes 200 bolt, több napon keresztül. Hány kamion kell oda? Figyeljetek, menjünk el onnan, mert befolyásoljuk az ő adománygyűjtési eredményüket. És ez az, ami miatt egész este is azon beszélgettünk Hajnival, hogy leüljünk és megcsináljuk a videót. Tudjuk, hogy nem sokan fogják ezt megnézni. Tudjuk, hogy, hát hogy mondjam, hosszúra elnyúlanak a videók. Egyrészt azért, mert mindent részletesen át kell beszélni, hiszen csak úgy fogunk kapni egy átfogó képet egy bizonyos történésről. Befolyásoljuk az eredményeiket. Na most, ha pupozott kosarunk van, hú, rohadt jó, nem fél kosár, ha pupozott kosarunk van, van benne, ha 50 kiló, van benne 10 kiló liszt, 10 kiló cukor, 10 kiló tészta, 8 kiló keksz, tápoi, tudom, 3 kiló konzerv, értitek, mit akarok mondani? És nagyot mondtam, 50 kiló cucc van a kosaramba. 50 kiló, vagy 250 ezer kiló. Ja, és ha megfigyelitek az ő feltüntetéseiket, mindig szép kerek számok. Nem tudom, akkor még nem az jön ki, hogy 118.796,18 század kiló, nem így jön ki. A mi 50 kilónk hol van hozzá képest? Miközben azzal az 50 kilóval két családot támogatunk. Vagy egyet, attól függ, hogy tudjuk összerakni egy csomagot. Értitek, mit akarok mondani? Befolyásoljuk az eredményüket? Hogyan tudnánk befolyásolni? És elvileg két nagyon szép célért vagyunk ott. Rohadt élelmiszer, maffia! Az, a rohadt életbe. Egymástól, tehát nekünk esnek. Egyszerűen nem értjük, hogy miért volt ez probléma, hogy az emberek eldöntik saját maguk, hogy melyik szervezetet, melyik egyesületet vagy alapítványt szeretnék támogatni, az ő részükre melyik cél, mondjuk azt, hogy nemesebb, de tudjátok, az van, hogy mi végig azt mondtuk Zolival, hogy nekünk ez nem probléma. Hiszen itt most ne azt gondoljuk, hogy ez probléma. Nem. Valahogy így alakult. Nem kell most felelős keresni erre. Nem kell. Ne problémázzunk ezen. Mindenki csak csinálja a kis munkáját, és ha már így alakult, akkor mondjuk csak fél kosár alatt fogunk hazamenni, vagy ilyesmi. És akkor mi van? De sokkal rosszabb az, hogy minket elküldenek. Így van. A mi vezetőnk kérdezte is a telefonba, hogy hát azért bízik benne, hogy valami kis, na ő is mondta, kis apróság összegyűlő. Hát mondtam, igen. Igen, van egy kis apróság, de szeretnénk maradni. Elmondtam vagy négyszer vagy ötször, hogy én megbeszélem velük. Nem tudom velük megbeszélni, mert ők problémáznak. Na, problémáznak. Pedig nem lett volna probléma. Nem. Kultúrált emberek módjára ezt meg kellett volna úgy oldani. Nem az, hogy hazaküldöm őket, mert ők a picik, mert akarod innen. Pont azért mi vagyunk a picik, basszus, hát ez nekünk ez egy akkora tűzijátékszerű dolog, hogy mi elmehetünk adományt gyűjteni, és esetleg közben népszerűsíthetjük mi alapítványt, hogy el nem tudom mondani, mint annak, aki már csak hátradőlve tud héderelni, a fene se tudja, mit csinál a dolgokkal. Hagyjuk ezt, elnézést kérek. Értitek, mit akarok mondani? Igen. És nem tudtunk mit csinálni, nagyon... Ez nem méreg volt. Tehát nem mérgesek voltunk Hajnival, hanem ezt nem tudom elmondani, ilyen csalódottság, ilyen sértődöttség, ez a, egyfajta megalázás is, mert ki is röhögött. Igen. Ki is röhögtek azok a nőcik minket, miközben pakoltunk, mentünk el, és ahogy kipakoltunk a kocsiba, állvány, stb., meg azt a pár kis apróságot a szatyorba, visszamentünk pisilni a mosdóba, ők már ott álltak. Igen, és tudjátok, hogy miért
bánt minket, ez nagyon-nagyon mélyen, mert ennek az élelmiszer gyűjtőszervezetnek így akartam mondani, Nélával is nem egyszer, se kétszer adtunk, hiszen Néla is, amikor ott látta, hogy úgymond vannak éhes gyerekek, akkor pont ő volt az, aki választott, hogy, mert ugye mondtuk, hogy jó rendben van, nem tudunk sokat, de akkor ha mással nem, egy konzervvel vagy valamivel, igen, mi is minden alkalommal támogatni szoktuk ezeket a gyerekeket, hiszen éhes gyerekekről van szó, mondjuk ezt. Azt, hogy hova jutnak ezek a felajánlások, ezekről megint nem szeretnék beszélni. És az, hogy tudtam, hogy végig az volt bennem, hogy Néla is minden alkalommal támogatta őket, és ő is, hogyha Néla ezt látja, mert látja, hogy most meg azok az emberek, akiknek mi segítettünk annó, hogy minket hogyan aláznak le, és hogyan röhögnek rajtunk, és hogyan küldenek el minket. Szóval ez az, amit egyszerűen nem bírtam én sem magamban tartani, és rettenetesen fáj. De magunkban tartottuk, meg nyilván csak az autóba tudsz erről beszélgetni, hát meg itthon. Pedig aztán lehet, hogy az kellett volna, hogy odaállsz szembe, és akkor most ez jó neked? És még valami, azt még szeretnénk elmondani, hogy amikor összepakoltunk, ugye minden adománygyűjtés végén ugyanúgy oda megyünk az üzletvezetőhöz, és hát megköszönjük az engedélyüket, elmondjuk, hogy mennyire örülünk, hogy aznap ott lehettünk, és ezt ugyanígy most is, amíg Zoli összezárta az állványt, én ugyanúgy mentem, ez is mennyire véletlen vagy nem, a hölgy, akivel reggel én beszéltem, ő ugyanúgy fölhívta az urat, az üzletvezető urat, hogy itt szeretnénk tőle elköszönni, illetve hogy oda tud-e jönni megint csak a nem tudom, vevőpulthoz, ügyfélszolgálati pulthoz. Az úr azt mondta, hogy ő nem, mást hívjon elő. Várj, picit hagyjon, lehet, hogy elfáradtam a gyilag, miről van szó, milyen nő, ki, hogy... Ugye reggel, amikor én oda mentem... A daganatos nő, aki 20 évvel ezelőtt... Nem. Az alkalmazott. Igen. Az áruház alkalmazottjának kellett szólnom, hogy szeretnék beszélni az üzletvezetővel, elköszönni Igen. tőle. Igen. Felhívta az üzletvezetőt, és ő mondta azt, hogy ő most nem tudom, mit mondhatott, szóljon egy másik úgymond üzletvezetőnek. Miért nem azzal az üzletvezetővel? Nem azzal az üzletvezetővel beszéltél, aki a tényleges üzletvezető volt, aki odahozta nekem az áruház igazgató nem. telefonba. Nem úrral beszéltem. Én azt hittem. Nem. Egy hölgy jött oda, hogy ő már nem tudom én hány órakor jött. Tehát arra se vette a fáradtságot annak ellenére, hogy elküldtek minket a francba, hogy akkor megfelelő kultúrát emberek módjához képest a viszontlátásra. Így van, bocsánat, most Zoli ezért azért kicsit inkább ültem, mert én ezt nem mondtam el neki, mert tudtam azt, hogy engem is mennyire bánt, és őt is nagyon-nagyon fogja bántani, és már az volt akkor bennem, hogy csak menjünk el onnan. Akire beszéltél vajon? Egy másik helyettes jött oda, mint üzletvezető helyettes, és őneki mondtam azt el, hogy mi kérünk elnézést ez miatt, a kavarodás miatt. Nekünk nincsen, így van, nekünk nincsen semmi problémánk, mi nagyon-nagyon örülünk annak, hogy itt lehettünk a mai nap folyamán, és mi nagyon-nagyon szerettünk volna végig ott lenni abban az időben, amíg nekünk erre engedélyünk volt, és tényleg mi kérünk elnézést ez miatt, az egész miatt. Ezt jól tetted. És mit mondott? Rendben van. Rendben van. És hogy át fogja adni a másik üzletvezetőnek is ezt a köszönetet. Mi annyit tudtunk csinálni, megfordult a fejemben, hogy bemegyünk ebbe az üzletbe, pisilés után összepakoltunk, pisiltunk, tudom én,
hogy hát mondtam anyának, hogy hát most üres kézzel menjünk haza. Elkocsikáztunk, nem tudom, 300 km volt, és menjek haza üresen. Hogy akkor menjünk be a boltba, és akkor költsünk el egy olyan 15 000 forint környékén, hogy azért valamivel hazamenjünk. Nem sok, ti is tudjátok, 15 000 forintért mit rakjuk a kosárba. Még az a két kis kosár is elég szinte hozzá, attól függ, mit veszed. Úgyhogy azt csináltuk, hogy igen, viszont nem oda mentünk be. Na. Igen, tehát hazafelé egy másik áruházban álltunk. Annyit mondunk, hogy Szigetváron megálltunk. Igen. Hú, úgyhogy ha... Ez egy csúnya dolog. Ez egy csúnya dolog. Meg tudsz verni úgy egy gyereket? Mondjuk már leve a kérdés is, hogy nem tudom, miért ezt mondom. A HH hírek, vagy hogy szoktuk mondani? HH hírek hajnival jutott eszembe. Úgy vernek meg egy gyereket, hogy közben nem csinált semmit. És elveszik az életét. Értitek, mit akarok mondani? Úgy tüntetnek el minket, hogy nem csináltunk semmi rosszat. Nem tudta elviselni ez a nagy, fölfújt anyám kínja, hogy ott van egy picike, elvitt volna 30-40-50 kilót. De ezt így nem is tudjuk előre megmondani, csak körülbelül, hogy akkor a kupos kosár az köbben azt jelenti. Értitek? Ők meg kamion számra viszik a cuccot. Az lehet, hogy még a sofőr is ki turkásza egy kicsikét. De szép kerek számaik vannak, azt sem tudom azt, hogy jön ki mindegy. Jó, bocsánat. Már azt sem tudom, mit akarok mondani, mert kinyomom a felvételt, azt inkább magamba fogok anyázni. Jaj, Zali, nem van, tehát ilyet videóba. És egy kérdés. Ezt a videót úgy fogom feltölteni, azért is félbe fogom vágni. Mert hosszú lesz, és lehet, hogy monotonnak érzitek, bár miközben mi beszélünk, nem érezzük monotonnak, de aki hallgatja, annak lehet, hogy az, és lehet, hogy egy picikét sok is. Szóval félbevágom, egyik nap jön. Ez az első fele, és közvetlenül rá másik nap jön a másik fele. És aki eljutott a másik fele végéig, ők fogják hallani azt a kérdést, hogy arra gondoltam, hogy írnék egy levelet, hogy számunkra ez mennyire sértő volt. Viszont, amit Hajnalka ezzel kapcsolatban mindjárt mondott, mi van akkor, hogyha ez hatással lesz a következő adománygyűjtésekre? Vagy, mivel most már megvan a lista, törölni nem fognak minket, hát, ki tudja. Végig tudjuk nyomni, de ha az lejár, soha a büdös életben nem fog velünk szóba állni az áruház. Már most is ettől tartunk, mert minket gondoltak ott rossznak. Most is ettől tartunk egyébként. És mi van akkor, ha mégis megírom az e-mailt, konkrétan ennek az élelmiszer bigyónak, hogy na, ide figyelj, ez nagyon nem szép dolog volt, ez egy nagyon csúnya dolog volt. Míg mi mindent kockáztatunk, ti nem kockáztattok semmit. Csak a befolyt támogatásokból és adókból éltek. És nincs kockázat. Ha mégis becsődöl, akkor mi van? Nincs kockázat. Nem viszik el az autódat, nem viszik el a házadat, nem viszik el a nyomtatódat, meg a telefonodat, mit tudom én. Értitek? Arra gondoltam, hogy írok egy e-mailt. Szerintetek írjak e-mailt? Vagy annak az e-mail hatására, mivel ő lufi léggömb, űrhajó, meg a fancsa tudja már mekkorák, majd végleg el fognak minket nyomni? Erre nagyon kíváncsiak vagyunk tényleg, hogy mi a ti véleményetek. Mert mi is azt néztük, bocsánat. Mondd csak. Amilyen hogy, ugyanaz, igen. Hogy benned van az igazságérzet, de el kell nyomni, mint egy szaros csikket, hogy még csak ne is füstölögjön, ne legyen semmi. Utána összesöpöd, azt eldobod a francba. Mondván, hogy azt kell néznünk, hogy nehogy hatással legyen a mi támogatottjainkra, mert ha ez megszűnik, akkor még nehezebb helyzetbe kerül Nil alapítvány. És most tényleg ezen kell kattogni az agyamnak? Miközben mi vagyunk megsértve? Nem tudom, 120-szor elmondtam, elnézést kérek. Hát meg lesz erről a véleményeitek, az biztos vagyok így benne. Van, biztos. Szóval megint nekünk kell nyelni, ugye, mint mindenben. Meg ha neki is állunk, ugye, bíróság, ügyészség, rendőrség, szarnak az egészre mindenre. Ő a nagyobb, majd ő úgyis ő diktál. Mit akarsz te itt? Sajnos nincs a zsebembe sok-sok milliárd forint. Sajnos. Így van.
De ha lenne, ne tudjátok meg, hogy át tudnám formálni ezt az országot. Mert már elege van ennek az ember, elege van az embernek abból, hogy mindig el kell nyomni a jót, az igazságot. Vagy miért kell ezt egyáltalán csinálni? Befolyásolom az eredményüket. A 40 kilóval hajni, befolyásolom az eredményt. Hát ne, hát milyen világban élünk? Hát milyen csúnya dolog volt ez? Úgyhogy tényleg mindig is, de most meg aztán különösen várjuk a kommentjeiteket, hozzászólásaitokat, erre a feltett kérdésre a választ, hogy ti mit gondoltok. Én is szövegeltem volna a csajszinak, nem, a nőcinek, hogy jössz a daganatos betegségedre, miközben nem is daganatos helyen. Fizetett önkénteskedsz, értitek? Akkor én is böfögjem ki, vagy nagyképűen, hogy úgy de néz, Nila alapítvány, tudod ki az alapító, vagy tudod ki hozta létre? Tudod ki mondta, hogy ezt meg azt meg azt meg... Na, nem tudom beszélni, bocsánat, nem tudom kifejezni, mert tehát hogy mondjam, hogy lehet azzal menőzni, vagy hogyan mondjam azt? Hogy na ide figyelj! Nem tudom kifejezni. Értitek? Tehát én nem mondogatom azt, hogy Nila, tragédia, kínhalál, elhúgy, úgyhogy támogasd ezt az alapítványt. Nem mondok, azért nem mondok így. Tehát nem jövök ezzel, ez nem egy verseny, vagy hogy na ide figyelj, hát akkor szerintem nekem ez jobban fáj. Itt nagyobb volt a tragédia, úgyhogy ide hozd a manit. Nem is értem ezt, miért hozta fel a nőt. Előfordul, persze megkérdezik, hogy hát ez a plakát, meg mit tudom én, és akkor elmondjuk. De nem, ez nem egy reklám. Ezzel nem példálózunk, hogyan kell ezt mondani. Nem úgy akarunk szimpátiát, nem akarok szimpátiát kicsikarni az emberekből, ha csak most... nem kíváncsi arra, hogy mi van e mögött. Nila alapítás, ugye sokan, elnézést kérek, nem figyelnek a névre, és akkor megkérdezi, hogy mit akar, kit akar Nila? Nekünk az volt a szívfájdalmunk ebben az egészben, hogy nem értettük azt meg, hogy mi ezzel a mi kis kosárnyi kis gyűjtésünkkel mennyire tudjuk egy országos gyűjtésnek az egész... Jó. Eredményét befolyásolni, hogy ez miért nem lehetett békében ezt a napot egymás mellett adománygyűjtéssel lefolytatni. Jó, akkor még egy mondat Zoli bácsitól. Hát persze, hogy zavarta őket hagyni, egyrészt lenéztek minket, tiszteletlenek voltak velünk, de ezt hagyjám. Akinek sok van, akinek már nagyon sok van, még többet akar. Még többet akar. És nem elég neki semmi. Rendesen egy olyan kényszer helyzet jött létre, számukra kényszer helyzet, hogy nem tűrtek meg bennünket. Ne legyen már így, ahogy mondtam. Élelmiszer maffia. Igen. Na. Szívből várjuk a kommentjeiteket, hozzászólásaitokat, ismételni tudjuk csak magunkat, a válaszaitokat. Ha ti is úgy érzitek, hogy nem csak úgy, ha velünk együtt ti is úgy érzitek, hogy ez igenis sértő, akkor nyugodtan írjátok le azt is, de ha nektek más a véleményetek, azt is, mi mindig tényleg azt kérjük, hogy a ti saját véleményeteket írjátok le, úgyhogy várunk mindenféle hozzászólást. Köszönjük szépen, hogy a mai videónkat is végig... Én értem, csak ezt akartam. De akkor ne foglalkozzál. Ez olyan, mint a nőci, hogy oda jön, azt letámad, követ téged, mint a puli kutya. Kit érdekli? Át kell nézni ezeket az embereken, és kész. Hát igen, csak nem olyan könnyű tényleg, amikor nekünk megvan tényleg az a... Ennél erősebb motiváció, úgy kell átnézni rajtuk, úgy kell átnézni rajtuk, ahogyan most átnéztek rajtunk is. Tudom. Aztán mégis mi idegeskedünk itt, ők meg kiröhögtek, miközben elmentünk. Jó, na. Köszönjük szépen, hogy a mai videókat is végignéztétek. Akkor lehet, hogy ezt csak így egyszer mondjuk el a végén, mert apa azt mondta, hogy lehet, hogy félbevágod ugye a videót? Ja, igen. Az első részt is nagyon szépen köszönjük, hogy végignéztétek. És én már most sejtem, mit fogtok írni. Valószínűleg azt mondjátok, hogy tudjátok, hogy ez nagyon rossz, de valószínűleg ne írjuk nekik, mert hát a kockáztatjuk azzal, hogy a jövőbeni támogatások igen. Olyan lennének, bár de nem tudom, össze vagyok zavarodva, basszus. Nem bírom már. Tehát...
Hogyan szokták mondani, ez egy két élő fegyver? Tehát, hogy most nem tudjuk, hogy mit csináljunk tényleg. Köszönjük szépen, hogy ma is velünk voltatok. Sziasztok! Én Hajni voltam. Én pedig Szent Zoltán. Ha gondoljátok, iratkozzatok fel, nyomjatok egy lájkot. Nyomjátok be a csengőt is, azon belül is az összes szócskát, hogy ne maradjatok le egy videókról sem. Legyen további szép kellemes napotok. Sziasztok! Sziasztok! Csumi!